Sok fiatal gyűlt össze a Nemzetközi Holokauszt Emléknapja alkalmából rendezett megemlékezés részeként meghirdetett filmvetítésen a Bocskai Filmszínházban, hogy megtekintse Nemes Jeles László Saul fia című filmdrámáját, amely számtalan rangos elismerés mellett 2016-ban a legjobb idegen nyelvű film kategóriában elnyerte az Oscar-díjat is. Az alkotással a holokauszt áldozataira emlékeztek, és köztük azokra, akik az Auschwitz-Birkenau haláltáborban vesztették életüket. A filmvetítés után dr. Csíszár Imre alpolgármester mondott emlékező beszédet, és idézte fel a szörnyű korszak hajdúnánási eseményeit, majd hangsúlyozta az emlékezés jelentőségét és felelősségét. Szomorú alkalom, sajnálatosan a magyar történelembe, és azon belül a 20. század sajnálatosan több olyan eseménnyel terhelt, amely méltóan mondhatjuk erre a századra, a 20. századra, ahogyan ezt a történész kollégák szokták a középkorra jellemezni, hogy a sötét középkorszak, sötét középkor, hogyha a 20. századról beszélünk, akkor azt mondhatjuk talán a legsötétebb évszázada Magyarországnak is, illetve az egyetemes emberi történelemírásnak is. Nincs az a nánási család, akinek ne lett volna valamilyen kapcsolódása zsidó fiatalokhoz, zsidó családokhoz. Jó magam, nagymamámtól számtalan történetet hallottam az egyik legjobb barátnőjéről, aki a szomszédban lakott, és ezen a szörnyű 44 tavaszán odaveszett, soha többet nem hallott róla. Meghatározó volt a gyerekkorban az, hogy együtt nőttek föl, megismerték egymás kultúráját. Nagyon fontos, hogyha megismered a másik életét, megismered a másik kultúráját, akkor el tudod fogadni. Teljesen természetes volt az, hogy tiszteletbe tartották egymás szokásait, egymás egyházi eseményeit. Gyakorlatilag ebben a szellemben telt el, még akkor is, ha országosan születtek olyan igazolhatatlan döntések, amelyek megnehezítették a zsidóság életét, de hajdúnánáson elmondhatjuk, hogy a korszakhoz képest, illetve a hasonló településekhez képest egy kiegyensúlyozott viszony jellemzi a helyi zsidóságot. Így csapott az a tragédia 44 tavaszán a nánási társadalomra, amely jelentette azt, hogy a hajdunánási zsidókat itt a mögöttünk elterülő utcák által bezárt gettóba telepítik, ahol néhány hét után elszállítják őket marhavagonokba, zsúfolva, és ezeknek az elszállított hajdunánási honfitársainknak csak igen kis része élhette meg azt, hogy visszajöjjön szülővárosába, és minden megváltozik, amikor visszakerülnek azok, akik szerencsésen túlélték ezeket a megpróbáltatásokat, már nem érzik otthonuknak ezt a települést, és néhány évtized alatt gyakorlatilag teljesen elfogy a városunkból a zsidóság. Elfogy az az érték, amelyet teremtettek, amelyet meghatározott az ő jelenlétük. Nekünk, utódoknak felelősségünk, és nem csak felelősségünk, hanem kötelességünk az, hogy emlékezzünk, és ne csak emlékezzünk, hanem tanítsuk a gyerekeinket, a fiatalokat, hogy az, ami történt, az elfogadhatatlan. Az, hogy embereket származása, faja, vallása miatt üldözzünk, kiszorítsunk, megsemmisítsünk, erre nincs magyarázat, erre nem lehet szavakat találni, ez elutasítandó, és mindent meg kell tennünk, hogy ennek csak a rém képese jelenjen meg soha többet, úgy a magyar társadalomban, vagy akár szélesebb keretek között, az Európai Uniós államok keretei között sem, ennek a csírája sem. Azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk, és hogyha megemlékezünk, akkor egy picit mindenki hazavisz egy ilyen megemlékezésből, a családjának, a barátjainak, akikkel tudnak erről beszélni, és beszélni kell. Hogyha nem beszélünk valamiről, az a legrosszabb. Akármilyen nagy szörnyűség is, ami történt, megtörtént, fel kell dolgoznunk, és a gyerekeinknek is tudni kell, hogy mi történt. A megemlékezésen Láng Eszter képzőművész is kiemelte, fontos, hogy a fiatalok is megismerjék az áldozatok és a túlélők történetét. Most azokra emlékezve, és megadni nekik a tiszteletet, akik ártatlanul pusztultak el úgy, hogy előzőleg módszeresen megfosztották őket a munkahelyüktől, a vagyonuktól, emberi jogaiktól, méltóságuktól, gettóba zsúfolták, majd deportálták őket munkatáborokba és haláltáborokba és munkaszolgálatba. Másoknak meg menekülniük vagy rejtőzködniük kellett ahhoz, hogy életben maradhassanak. Eszembe jut egy asszony.
Ez az asszony pár éve a zsidó hitközségben egy holokausztról szóló előadás alkalmával, amikor szó esett a holokauszt tagadásról is, felállt és könnyeivel küszködve mondotta, hogy Auschwitzban 26 rokonát ölték meg. Égették el egész pontosan, és a két rokoni ágon csak az édesapja és az édesanyja jött onnan vissza. El tudják képzelni, milyen az, amikor egy kislány megszületik, szépen cseperedik, ismerkedik a világgal, és egyszer csak rádöbben, hogy neki nincsen nagymamája, egy se. Nincs nagypapája sem, nincsenek nagynénik és nagybácsik, nincsenek unokatestvérek. És eszembe jut egy másik asszony is, aki 32 évesen vesztette el 1944-ben mélyen katolikus, ám de zsidó származású férjét, és 70 éven keresztül, a 102. évében hunyt el, haláláig gyászolta, és akihez ezek a sorok szóltak. Fölötted egy almafága, szirmok hullnak a szádra, s külön egy-egy késve pereg le, ráhull a hajadra, szemedre. Nézem egész nap a szádat, szemedre hajolnak az ágak, fényén putkos a fény, csókra tűnő tünemény. Amikor anyagot kerestem az interneten ehhez a mai megbeszélésen, akkor azon az egy mondaton kívül, amit kiidéztem a Wikipédiáról, rátaláltam egy oldalra, az a neve Kérdezd a rabbit. Ide idézem az egyik levélváltást. Kedves rabbi, én ugyan református vagyok, de szeretném részvétem nyilvánítani a háború borzalmai miatt. Fogadja őszinte részvétem, soha többet ne ismétlődjön meg. Tisztelettel, Gergely Ferenc. Válasz. Kedves Ferenc, köszönöm együttérző sorait, s hogy ebből a tragédiából ilyen tanulságot tudott levonni. Ismeretlenül is szeretettel üdvözli Raj Tamás. Kedves barátaim, kedves fiatalok! Hajtsuk meg fejünket az áldozatok emléke előtt, és idézzük ezt a mélyen együttérző református embert. Soha többé ne ismétlődjön meg. Az emlékező beszédeket követően a jelenlévők mécsesekkel kezükben közösen vonultak át a mártírok útján lévő holokauszt áldozatainak emléktáblájához, hogy az egykori hajdunánási zsinagóga és környékén kialakított gettó helyén emlékezzenek azokra a hajdunánási zsidó családokra és több millió áldozatra, akik e szörnyű korszak, még szörnyűbb tetteinek estek ártatlan áldozatául. Az emlékezés lángjai ezen az estén mindazokért az áldozatokért égtek, akiket városunkból hurcoltak el, és soha többé nem térhettek vissza.